rendben van. Ki volt az első? Akkor adom a 10 liter tejet kettőjüknek. Rendezetten várakoznak a teljes fóliák, halomban állnak a kenyerek. Megkezdődött március 14-én Salgótarjánban a Vöröskereszt Salgótarjáni ételosztása a Bartók Béla úti telephelyen. Gyorsan, gördülékenyen mennek a dolgok. Egy kis adminisztráció is már vihetik is az adományt a meghívottak. Az ételosztást alapítványi támogatással tudja megvalósítani a szervezet. Kik biztosítják ehhez a programhoz a feltételeket? A Magyar Vöröskereszt Nógrád megyei szervezet fő támogatója az Amerikai Ház Alapítvány. Az Amerikai Ház Alapítvány 2013-ban hozta létre a gyermekszáj programot. A gyermek elszegényedés ellen próbál küzdeni, és így próbál segíteni Nógrád megye lakosságán is, a sok gyermekes családokon. A teljes kenyérosztás azonban nem csak Salgótarjánban kezdődött el ezen a napon. Széchenyi és Bátony Terenye térségében összesen 14 másik településen is kapnak tejet és kenyeret a rászorulók, vöröskeresztes önkéntesek és a helyi önkormányzatok közreműködésével. A támogató azonban ragaszkodik néhány feltételhez a kedvezményezettek kiválasztásánál. Az Amerikai Ház Alapítvány elég erős kritériumokat tűzött ki, ami az egyik legfontosabb, hogy autóval, gépjárművel ne rendelkezzen a család, kettő vagy attól több gyermek legyen a családban, valamint az egyfőre eső jövedelem a 28.500 forintot ne érje el, és a gyerekek 17 év alattiak legyenek, járjanak iskolába, óvodába. Ez nagyon-nagyon fontos. 2017. március 14-től 358 család vehet részt az idei akcióban, akik között az év hátralévő részében hetente több mint 3000 liter tejet és közel 1600 kg kenyeret osztanak szét kedden és pénteken. A két gyerekes családok hetente kapnak 4 kiló kenyeret, 8 liter tejet, a három és ettől több gyerekes családok pedig 5 kiló kenyeret és 10 liter tejet. Ez egy 40 millió értékű adomány éves szinten. Nagyon-nagyon köszönjük az Amerikai Ház Alapítvány munkatársainak, vezetőjének, a családok nevében is a támogatást. Köszönjük szépen!